Jó estét! Fáradt vágjunk! A megjelentek legnagyobb örömére így köszöntötte Ambros Martin vezetőedző a győri Audia Tokerti partijára kilátogató szurkolókat. Ahogy az már szokásos, az együttes ekkor mutatta be hivatalosan is az új játékosokat a szurkolóknak. Az idei szezontól Hornyák Dóra, Rédei Sós Viktória, Szepes Ivett, Herr Orsolya és Rafael Tervel is a zöld-fehéreket erősíti majd. A klub természetesen nem feledkezett meg az olimpián sikeresen szereplő játékosokról sem. A két olimpiai bajnokot, Katrin Lunde Haraldsent és Heidi Lőkét, az ezüstérmes Jovanka Radičevićet, az ötödik helyezett Tervelt és a hatodik Eduard Amorimot is nagy tapsal jutalmazta a győri szurkolótábor. Az ünneplés után a szakmai kérdésekre terelődött a szó. Kelecsényi Ernő, a klubelnöke elmondta, fiatal játékosokra is számítanak az év folyamán. Az ifjúsági világbajnokságon nyújtott teljesítménye alapján 2012-13-ban a felnőtt kerethez fog tartozni. Sírján Szederke beálló, és Korsos Dorina, aki ugye már játszott tavaly a felnőtt csapatban. Sírján Szederke természetesen izgatott, de nagyon várja már a szezon kezdést. Ez nagyon megtisztelő számomra, hogy felkerülhetem a csapathoz. Nagyon örülök, hogy a ilyen nagy nevű játékosokkal játszhatok együtt, és nagyon sokat szeretnék fejlődni mellettük. Ugye a Lőkét figyelem, és nagyon sokat szeretnék tanulni tőle, és a csapattól is. Hogy teltek az első edzéseid, milyenek voltak az első benyomások? Hát ugye ma volt az első edzés, hát kicsit izgultam, de azért nem tudom, majd igyekszek feloldódni, és akkor a legjobbakat nyújtani, amit tudok. Bár a felkészülés nehezítette, hogy többen csak a napokban csatlakoztak a kerethez, Kelecsényi Ernő a klubelnöke szerint a holt szezon sikeres volt, a célok pedig ezúttal is a legmagasabbak. Az az alap lerakásra került, ami aztán a további munkához szükséges. A szezont illetően azt várom, hogy ez egy még jobb csapat legyen, mint a tavalyi. Meg tudjuk erősíteni azokat a játékelemeket, azokat a taktikai variációkat, mind támadásra, mind védekezésbe, ami ahhoz kell, hogy esélyünk legyen megnyerni minden versenysorozatot, és ami még nagyon fontos, hogy a szezon végéig kitartson. A lendület, a munka, az erő, az ész és a csapat. Ezután kérdéseket tehettek fel a szurkolók. Volt, aki a védekezés hatékonyságára volt kíváncsi. A vezetőedző megnyugtató válasza ezúttal is zajos sikert aratott a szurkolók körében. Jó lesz. A hivatalos program végeztével a klub vacsorával várta a szimpatizánsokat, és a játékosok is készséggel álltak össze szurkolóikkal egy-egy fotó, autogram vagy néhány kedves szó erejéig.